erős vár a mi Istenünk. Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket a mai napon. Hallgassuk meg a mai igénket, amelyet az evangélikus bibliaolvasó útmutatóban olvasunk a következőképpen Ézsaiás próféta könyvében, a második fejezet negyedik versében. Az Úr ítéletet hoz minden nép ügyében. Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Amen. Kedves tévénézők, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, különleges időket élünk itt Magyarországon, hiszen egy nemzedéknyi idő telt el békében, csak az idősebbek emlékeznek már arra, hogy mit is jelent a háború. Csak ők tudják, hogy ez nem valami elvont fogalom, ami csak valahol messze, a távoli múltban történhet. Átélték, megtapasztalták a háború borzalmát, a halál kérlelhetetlen valóságát, a harcok könyörtelenségét. Tanúi voltak hősiességnek és gyávaságnak, elszánt küzdelemnek, vagy éppen az értelmetlen rombolásnak és gyilkolásnak. Szomszédunkban háború dúl. Közvetlen közelünkben valami olyasmi zajlik, amiről azt hittük, hogy már a múlté, hogy többé már nem fog megismétlődni. Igen, elhittük, mert el akartuk hinni, hogy tanultunk a hibáinkból, hogy megértettük azt, hogy az erőszak, a gyilkolás, a háború nem megoldás, és nem lehet válasz semmire. Azt hittük, hogy mára eljutott az ember odáig, hogy nézeteltéréseit, esetleges konfliktusait képes tárgyalóasztal mellett elintézni, megbeszélni, képes arra, hogy uralkodjon ösztönein és indulatain. De be kell látnunk, hogy mindez hiú ábránd volt. Valami, amiről azt hittük, hogy már a miénk, de aztán egy szempillantás alatt szerte foszlott, köddé vált. Nem lett jobb az ember. A történelem pedig úgy tűnik, hogy ismétli önmagát. Újra és újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat. Ha jobban belegondolunk, az emberiség története voltaképpen nem más, mint hadjáratok és háborúk története. Erre emlékszik az utókor. Ez az, ami számít, ami igazán fontos. Tényleg így lenne? Az emberiség történetéből, közös történetünkből tényleg csak ez fog fennmaradni? Hogy hogyan pusztítottuk és hogyan írtottuk egymást? Hogy hogyan vált ember embernek farkasává? Mai igénkben Ézsaiás proféta valami egészen másról beszél. Egy olyan már-már idilli állapotot ír le, amely számunkra elképzelhetetlen. És a kontextusból nagyon hamar kiderül, hogy a proféta nem földi hatalmakról és földi királyságokról beszél. Nem dicsőséges hadvezérekről, akik úgy döntenek, hogy egy szép napon kardjukból kapát kovácsolnak. Nem. Ézsaiás az eljövendő Isten országáról, a mennyei Jeruzsálemről profétál. Arról az időről szól ez a profécia, amelyre egyelőre csak várunk, de amely hitünk szerint egyszer majd eljön, és részesei lehetünk Isten kegyelméből. Arról az időről beszél Ézsaiás, amikor Isten majd újjá teremt mindent. Új eget és új földet. Megújít mindent, bennünket, embereket is új, örök élettel ajándékoz meg. Jézus erről az országról, a mennyeknek országáról tanúskodott. Erről beszélt övéinek, ezért lett emberré, hogy hírül adja, hogy elmondja nekünk, hogy ez vár ránk, ezt készítette számunkra az Isten. Egy olyan országot, amelyben többé már nem lesz bűn. Egy olyan országot, amelyből hiányzik majd a gyűlölet és a harag. Egy olyan országot, amelyben többé nem az erőszak és a fegyverek szava a döntő, hanem a szereteté. Utopisztikusan hangzik? Talán igen. De ez nem valamiféle vágyálom, hanem Isten nekünk adott ígérete. Beköszönt a béke korszaka. Lesz majd olyan idő, amikor ember embernek nem farkasa, hanem testvére lesz. És hogy ez mikor fog beköszönni, azt nem tudjuk, de abban biztosak vagyunk, hogy így lesz.
addig is, amíg a földi valóság keretei között élünk, időről időre szenvedünk az erőszaktól, a háborútól, a kérlelhetetlen és könyörtelen pusztítástól. Kérjük Istent, a történelem urát, hogy legyen a szenvedőkkel, a menekülőkkel, azokkal, akik szeretteiket, hozzátartozóikat gyászolják, mert elragadta őket a kérlelhetetlen halál. Imádkozzunk a békéért, azért, hogy elhallgassanak a fegyverek, hogy újra békesség legyen. Várjuk Isten eljövendő országát, amelyről Ézsaiás prófétált, de addig is, ameddig eljön, legyünk a béke követei, a jó hír, az evangélium hordozói. Mert hisszük, hogy a szeretet és a béke győzedelmeskedik az erőszakon és a gyűlöleten. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, add békességedet ennek a világnak. Taníts bennünket szeretetben élni. Láttasd meg velünk a mindennapokban, hogy mi az, ami a te akaratod szerint való. Mi az, ami előre viszi, építi emberi közösségünket, és adj bátorságot, hogy a te békességed eszközei és követei legyünk. Amen. Erős vár a mi Istenünk. További szép napot kívánok mindenkinek. Viszontlátásra.